2023. márciusában egy fantasztikus újítással bővült a magyar gasztronómia. Kiskörösre megyünk, hogy megkóstoljuk az Orbán pizzát. Szép vagy, gyönyörű vagy Magyarország. Tegnap jártam bent, és van Orbán pizza. Úgy van. Nem találom a jó ötletnek. Meg is fogom kóstolni. Hát, hogyha viccesre vesszük, vagy poénosra, akkor jó. Bocsi, ez Orbános pizza? Nem. Rendeltek már Orbános pizzát? Elvileg kettő. Annyit tudunk, hogy van rajta egy mézes barbecue-s alap, sajt, narancskarika, halapényó és csirkemell. Nehéz elképzelni, hogy ez ehető lesz, őszintén szólva, de lehet, hogy ez lesz életünk legjobb pizzája. Jó étvágyat! Az Orbán Viktor pizza. Elsőre úgy jól néz ki. Én egy ilyen narancsos szelettel kezdek. Elég furcsa azért a narancs a pizzám. A narancs nélküli falat az nagyon finom volt. Nem rossz, valahogy így összeállnak az ízek. Olyan desszert pizza. Igen. Nem tudnám megenni amúgy az egészet, ilyen egy szeletre jó, de nem látom magamban őt, hogy így ülök otthon vasárnap kiskörösön, és ezt kirendelem. Tehát én pizzában ragaszkodni szoktam a hagyományoshoz, tehát a paradicsomos alaphoz, és mindig távol tartom magamat az ilyen torszülöttektől. De egynek jó. Nem visznek szántuk különleges pizza, amit érdemes megkóstolni, és így felhívtuk rá a figyelmet, és meg tudták meg kóstolni az emberek is. Nem akarjuk, hogy többen szavazzanak a Fideszre ez miatt, mert hogy mi ez, jó pizza vagy nem jó pizza. Egyszerűen szerintem, ha valaki akarja, megkóstolja, egy különleges pizzáról van szó. Ha meg, hogyha valakit annyira bánt, akkor meg ne nézzen rá se. Ennyire egyszerű a történet. Narancson kívül semmi. Semmi nem emlékeztet Orbán Viktorra. Ja. Milyen pizzának képzelnéd el Orbán Viktort? Nem egy édesnek. Azt magyaros. Csípős, kolbászos. Mit rakna egy Orbán Viktor pizzára? Bőséget. Nem. Futballstadiont? Nem akarok trágár szavakat mondani, de... Nem, gomba. Mellé egy kis kórházat. Tenész, ami ott teszi már 16 éve. Házi kolbász, jó csípősen. Kis pészt. Ferencvárosnak. Egy olyan pizzát szeretünk volna összeállítani, ami ízvilágban is valamilyen tükrözi Orbán Viktor személyiségét. Egy kicsit fűszeresebb, narancs is van rajta a Fidesz miatt. És mit gondolsz, a miniszterelnöknek ez ízlene? Mert te ugye már egyszer voltál az olasz étteremben, ahol ők a Rómában ebédeltek a feleségével. Nehéz azért az alapján belőni a Orbán Viktor ízlését, mert ő egyszer egy ilyen humáros fickó, meg egyszer egy ilyen pörköltes. Csávó, de én inkább azt látom benne, hogy ő is egy ilyen sokkal csípősebb. Igen. Ha valamilyen pizzát enne Orbán Viktor, az valószínűleg nagyon csípős pizza lenne. Mm-hmm. És kell betennünk erős paprikát, mert nem csípős egyáltalán, de a paprika íz nem hozza eléggé, tehát kell vele, mi a fene, erős paprika. Utolsó szelet. Megterítem. Hát nem, én elteltem, így feküdnék egy fél órát azért utána. Igen. Hát végülis akkor mégiscsak valahol olyan kemény volt, mint Orbán Viktor, miközben a belsője meg olyan szelíd. Igen, igen. Egy új embert ismertünk meg az Orbán pincán keresztül. Ha tetszett a videó, akkor iratkozzatok fel a csatornánkra.